Hello! Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Nézzétek, képörös polor vettem föl. Ja, nem, fordítva van. Na, ne arra ugyatok. Igen. Tükrözi a dolgokat. Jaj, azért van az, amikor nem arra mutogatok, azt nem is arra kell menni, meg amarra. Na, gyerekek, tök jó! Tök jó! Egyébként most, hogy vártam egy picit, hogy elinduljon a játék, és sokkal gyorsabban betöltődik, és kevésbé lagol. Mert ugye, amikor töltődik gyakorlatilag, akkor lagol. Nagyon többen írtátok, hogy nagyon sok RAM igénye van ennek a játéknak. Hát nekem 16 giga RAM-om van, de néha még mindig ez is elfogy neki. Aztán akkor ugye az SSD-ről próbál utána tölteni a dolgoknak, aztán akkor vannak a problémák. A problémák, na gyerekek, várjatok! Csomó minden dolgot kellene csinálni. Kitalálta Keeper egy-két dolgot, hogy mi az, aminek neki kellene állnunk. Először is nézzük meg, hogy milyen magok vannak itt, és hogyha van, akkor átvisszük a másik helyiségbe, és meg kellene csinálni a... Meg kellene csinálni, hogy le kellene szüretelni, és kellene csinálni olyan ételt, most már valószínűleg, amelyik elég jól tölt. 9 óra 24 van, úgy gondoltam, hogy tényleg most egy kicsit craftolgatunk. Egy picit ránéztem, hogy hogy működnek ezek a dolgok. Na várjátok, először is szedjünk le mindent, és most már tényleg az van, hogy ami marad, azt mindenképpen fel fogjuk használni kajaként. Mindig teleültetjük az egész farmunkat, és utána tényleg a maradékot azt már föl tudjuk használni, és akkor így gyakorlatilag végtelen mennyiségünk tudunk termelni. Ez szerintem egy elég frankó dolog lesz. Nagyon gyorsan kiszedem ezeket, és valószínűleg fel fogom törni még a köztes útakat is, és azokat is el fogjuk ültetni, mert milyen. És arra figyeljünk, hogy a potátót a szélére rakjuk, mert a fáklyáktól nem tudom lerakni. Írtátok, hogy dobjam örökbe a fáklyát, de hát igazából így meg tudom oldani. Ja, jó magasra nő a kukorica. De nagyon jól megoldottuk ezt a föld alatti kukorica termelést, vagyis növénytermesztést, mert jó mélyen van, nem érzékelnek itt a zombik, tök jó. Nagyon, nagyon érdekel egyébként az elektromosság, azt is meg kellene csinálni, és úgy gondoltam, hogy az alaksor lesz egybe az én garázsom. Egy ilyen alaksorként fog funkcionálni. És mivel, na várjatok, akkor most egy kicsit utána nézzünk a dolgoknak, várjál. Ezeket föl kellene törni. Hány darab bizonyom van? Van ilyen farming potom elvileg, 27 darab. És úgy 27 darabot így föltörhetnék. Ugye ez csak ki volt fösdve, nem kő, az a szerencse. 2, 3, 4, 5. Volt egy srác, aki írta, hogy régóta követi a munkásságom, de nem nagyon szokott kommentelni, de most kommentelt egy olyat, hogy nagyon sokat segített, egy nagyon hosszú kommentet, vagyis kettő kommentet fűzött a videóm alá, az egyik videóm alá. Például azzal kapcsolatban, hogy tudok csinálni olyan frame-et, amiben gyakorlatilag már egyből betont tudok rakni, szóval át tudok ugrani a cobblestone-os upgrade-elést, és át tudom ugrani akkor ugye a fás upgrade-elést, és ugye akkor egyből betonra tudom azt a frame-et. Nem tudom, hogy az XP szempontjából jobb lenne. Egyébként ez az upgrade-elés téma nálam egy ilyen XP termelési metódus is akar lenni. Egyébként pont szomjasak vagyunk, és ez tök jó lenne volna, ha nem. Hú, már nagyon sok kukoricám van, nagyon jó, örülök neki, gyerekek. Akkor azt csináljuk, hogy a krumplit leszkrepeljük, mert krumpliból egyébként kevés van. Úgy, és akkor várjál már, azt akkor le kellene rakni 27, ja éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, ennyi gyerekek. Várjál már, itt tolad vagy szerintem sokkal jobb. Úgy. 27, mennyi fogyott? A 17 még van, akkor igazából ez így jó is lesz. A középső utat még egyelőre nem fogom felszántani, mert az akkor így jó lesz. Akkor nézzük meg a krumplit. Úgyhogy lehet, hogy még nem fogok csinálni, mert a krumpliból igazából krumpli szinten van 8. És mennyi krumpli van? Hol a krumplim? Itt van 78 krumpli. Recepteljük le ezt most még az összes szidet, jó? Mert 15 lesz. És akkor valahogy osszuk el, hogy fele kukorica, fele krumpli, és akkor mindig a maradékot fogjuk felhasználni. Valahogy akkor inkább így kellene csinálni. Várj, meg kell nézni, nincs-e krumpli vagy kukorica benne. Itt. Olyan. Krumpli van, meg kukorica, az nincs, az pont nem volt, jó, nem gond. Csak annyi a téma, hogy akkor még tudok egy darab krumpli magot craftolni.
Csak 24. Na gyerekek, akkor nézzük meg 24 darab. Ugye azt mondtam, hogy a szélére rakjuk. 6, 7, 8, 9, pont 10. Az tök jó. Krupival nem valami sok van, úgyhogy... Úgyhogy az elég rossz. Várjál, a recepteket meg kell nézni, hol vannak a kaja receptek. Ugye beszéltük, hogy van egy ilyen tök jó kaja, de egyébként itt miért nem rakja ki? Miért nem rakja? Mert igazából nem a kajákat rakja ki. Akkor az hol van? Hol vannak a kaják? Hát nem ezek a kaják. Food, cooking. Vagy ami, csak ami nálam van, azt rakik, figyelj, nem rak ki semmit ezzel kapcsolatban. Elég baj. Ó, te fiú, nem jó, majd akkor megnézzük. Nem, várjál, de viszont ugye a krumplira rákattintok és receptek. Na igen, ez, na, kettő kukorica kell és kettő, úgyhogy ugyanannyi kukorica is kell. Ugyanannyi kukorica, és ez mi? Ehhez krumpli kell, meg gomba. De jó. Jó, akkor, akkor viszont még kell tervelre mindenképp krumplit. Viszont ugye kukorica igazából az, az van, ami sok van. Úgyhogy ezeket elültetjük a kukoricát, és akkor a maradékot fogom csak leszkreppelni maggá, lekraftolni maggá. És a maradék kukoricát elrakom, és hogyha majd lesz krumplim, akkor tudok olyan kaját csinálni, de lehet, hogy már van maradék krumplim. Mondjuk az még mindig egy magnak lenne, jó? Ugye mondjuk van, ha 3 krumplim vagy 4 krumplim, akkor már abból tudok csinálni egy vagy kettő kaját. Kettő krumplimból abból tudnék csinálni. Na! Szkeppeljünk le egy ennyit, jó? 84 lesz, gyerekek, bőven, de jó lesz, de jó lesz. Oké. Okay. Nagyon frankó. De miért nem engedte lerakni? Figyelj, ide miért nem enged? Ja, mert a drón. Mindig elfelejtem a drón. Menj odébb, haver. Ah, jó, majd odébb néz talán. A ja, kukoricám sok van, de egyébként ilyen föld kukoricát is tudok csinálni, csak nagyon kevesettől. Az ilyen minél több összetevőbb, sebb, bonyolultabb kaják azok, amik ugye jobbak lennének nekem. Na például most maradt egy csomó kukoricám. Figyelj, gyere arrébb, egy kicsit, haver. Na jó, úgy, kösz. Nem akarom elrakni, mert ugye néha használom akkor. Igazából elég, hogy sok minden nem fogyaszt. Jó, nézzük? Igen, akkor van kukorica... Te? Jobb, ja, azzal lekraftoltam az összes kukoricát. Nem is akarom az összeset, még maradt 100, jó. Van magam 22 darab, és van 100 kukoricát. Ezek akkor még menjenek bele, jó? És akkor majd most még nem fogunk kaját csinálni. Azt a két krumplit is beragom, hanem inkább minél inkább hatékonyabban tudjam. Egyik oldal krumpli kell, a másik kukorica. Ha azt elérem, akkor vagyunk tökéletesek. Én úgy gondolom, és akkor a maradék kaját azt fel tudom használni. Várj, itt ezt ki kellene rakni. Ja, a mai rész az ilyen kraftolós építkezés lesz. Utána néztem néhány dolognak, például az elektromosság alapjainak. Mert mondom, nem akarok teljesen így úgy neki vágni, hogy fogalmam sincs a dolgokról. De mindenképpen ott meg kellene csinálni egy alaksort. Arra gondoltam. Tehát egy ilyen komplett alaksort, ahova innen fogok tudni lejutni, és itt lesz alattam. Viszont először ugye végig kellene itt fúrni a bejáratot, és akkor az alaksorba lenne elhelyezve a generátorom, az alaksorba lennének elhelyezve a különböző elektromos létesítmények, ott lenne a garázsom, és onnan lennének kivezetékelve az egész épületbe, és akkor elhagyhatnám a fákjázást. Ugye lehet tök jól automatizálni, lehet időzíteni is az elektromos dolgokat, például, hogy ki mikor kapcsoljanak ki vagy be, meg lehet különböző érzékelőkkel is időzíteni, tehát hogyha bejössz autóval, átmész egy ilyen nyomólapon, akkor fölkapcsolódik végig a lámpa, és akkor ki van világítva a garázs. Ha kimész, akkor lekapcsolódik. Minden. Ezek nagyon jó dolgok, ezeket próbálnám megcsinálni. Na gyerekek, kellene csinálnom valami kaját, az a baj, hogy nézzük meg milyen kajám van. Abszolút semmilyen kajám nincsen, úgyhogy valószínűleg, hogy kaját kellene készítenem, de csak valami nagyon tré kaját fogok tudni csinálni. Hát azt fogunk csinálni, gyerekek, mert igazából nincs más lehetőség, úgyhogy 10 darab ilyet meg fogunk csinálni. Jó. Ez mehet ide, ez is mehet. Figyelj, még van 125 kusom, nincs semmi gond, gyerekek.
kár, hogy hús nem lehet termelni, ugye. A tojást is ide berakjuk. Akkor a következő van, kellene innom. Ugye ezt fel kellene nyomni, még mindig az a baj. Várja, egyébként, hogyha ezt megiszom ezt a water, akkor elvileg meg tudom inni, enni ezeket a kajákat, nem? Igaz, hogy csak 15-öt tölt, de akkor legalább meg tudnám zabálni. Elvileg van egy olyan funkció ennek a víznek, hogy akkor ellenálló vagyok az ilyen jellegű problémákra. Csökkenti a HP-mat, de az le van szarva, de az a jó, hogy ilyen minek nevezik hasfájás, hogy a szart nem fog kapni tőle. HP-m csökkentés, az meg le van szarva. Jó, akkor ezt megzabáltuk ezt a kaját. Ígyunk. Már csomó sörünk be, de meg minden ilyen. Jó, a kávét az valószínűleg magamhoz fogom menni, mert ásni fogunk. Energiaital mit ad? Stamina rá, Grand Speed. Grand Speed-et ad az energiaital, de jó, tök jó, azt nem is néztem eddig. Jó, ezeket akkor feltuningoljuk. Valószínűleg már is készítek a kaják, nagy része. Nézzük. Ez ugye már a kapásból ugye visszatölti azt az elveszett HP-t, szóval nincsen probléma. Még egyet beverünk. És akkor el is készül. Jó, 9 falsz el fog vészni, nem baj. Jó, skacok, akkor menjünk, aztán meg kellene csinálni legalább egy sorba az alagutat. Megint hálózsákkal fogunk trükközni szerintem. Várjátok, ezt fölveszem, meg... Oppa, ott nincs kifejezve alatt a lol. Hálózsákkal fogunk trükközni, az azt jelenti, hogy az épületem közepére nagyjából berakunk egy hálózsákot. És akkor idáig kell elásni, és itt lesz az alagsornak a nagy terme, eddig csak egy folyosó lesz. Valahogy így kell megcsinálni. Nem tudom, hogy mennyire szeretitek az építkezős részeket. Hát aki nem szereti, az esetleg akkor majd ennyire nem nézi végig, nem pörgeti végig, vagy végig pörgeti. Jó, mert a felső sor nem is az első, hanem a felső az még föld, és ez tök jó gyorsan menni fog. Nem, a kettő. Az jó lenne, minél több föld lenne. Az már kő. Semmi gond. Na egyelőre nem fogom kibetonozni, de mindenképp kifogom később, csak egyelőre nem menjünk végig. De viszont egy rengeteg clay-t fogok szerezni. Ugye cobblestone kell majd felupgrade-elni nagyon sok, de nem probléma. Tényleg én szeretem, hogyha tudok rengeteget upgrade-elni, mert nagyon sok XP, ezt az egész alagutat megcsinálom, szerintem minimum egy olyan 2-3 vagy még több szintet fogok nyerni, és az nekem így, az egy baráti dolog. Na, akkor végigmegyünk itt kettőbe. Figyeljetek, igazából csaphatom neki. Tök jó, hogy gyorsan haladunk. Nem vagyunk olyan mélyen még, hoppá. Csak lehet, hogy a szikla alatt ott már, igen, így gondoltam, a szikla alatt ott már el fog fogyni a föld. Hát itt kettőt fogunk kopogatni, gyerekek, ne haragudjatok. Nem lesz egyszerű végigmenni. Jó lett volna auger, mi? Csak honnan a francból szeretek én augert? Nincsen opció arra, hogy én most azt tudnék szerezni. Ja, a garázs. A garázs építés indul. És oda akarom a generátort is, aztán majd elektromos vezetékekkel el fogjuk húzni az áramot, szóval egyelőre még most egy ilyen tényleg egy nagyon sok ásás fog jönni. Ne haragudjatok, én remélem, hogy valamilyen szinten erre is vevők vagytok, hogy építkezünk. Oké. Nos, kocok. Hát föld, mindenféle különböző kutyaszar, az biztos, hogy lesz bőven. Na jó. Mennyi? Nincsen olyan damage migration, hogy közel harc, és akkor talán a blokkra is volt. Nincsen olyan buffoló italom vagy bármi, meg kell nézni, és akkor lehet, hogy nem egy ütéssel ütnénk ki egyet, hanem kettő, vagy nem három, hanem kettővel, ez a jóval gyorsabb lennék. Nézzük már meg, hogy gyógyszerek nem ilyeneknél nincsen valami. Milyen ott, mi lehet? Ez mi? Ez sima damage migration, ez mi? XP, aha. Ez mi? 25%, nem. Szerintem olyanom lehet, hogy nincsen mi. Ez mit ad? Ranged damage. Ja, közelharci sebzésre valami lett volna, akkor lett volna jó.
különböző piák között, esetleg már ezt le is kapcsolom, mert ez nem kell most. Van még 7 pusim. Ja, a piák között akartam megnézni. Ez mit ad? Ez a driving damage, ez mi? Ezt megpróbálom, hogy mi, nem tudom mi a driving damage. Ez is range damage, ugye ilyen, ugyanilyen maradt. Ez 60 izét ad, gyerekek, 60 mizet, érdekes az energiaital. Na, benyomunk egy sört, megnézem, hogy gyorsabban ásunk, nem vagyok benne biztos egyébként, de nem tudom mi a driving. Na, elvileg. Egy két percig van csak, hát nem sok. Hát ez nem az. Ez nem az, nem tudom mi a driving damage. Szóval, de egyébként olyan, na, az elektromosságra visszatérve, egyébként régebben még írta egy srác, hogy elektromosságot mindenképp csinálja, mert ő soha nem jut el eddig a játékba, és arra nagyon kíváncsi, úgyhogy ott mindenképpen meg fogjuk csinálni. Képzeljétek, még olyat is lehet, hogy kamerarendszert tudsz kiépíteni, és azt meg tudod nézni a kamerának a képét, hogy például mit dobzódnak itt kint, vagy nem tudom ilyenek. Úgyhogy tök jó dolgokat lehet ebbe csinálni ebbe a játékba. Na, hogy állunk? Te vele bizony volt. Föld. Aha, még mindig van föld. Ja, még egy sor föld volt. Nincsen semmi gond. Egyelőre valószínűleg fákjázni kell, de mindenképp úgy akarom, hogy ilyen nyomólappal elinduló lámpasor legyen, úgy kapcsolódjon be. Gyerekek, mi az a sötét? Ha megint ide jól, megint ilyen buzi sötétvel. Hogy rövellem ezt, hallod? Nagyon nem szereti a Keeper. Ja, ez hatos ilyen szerszámom lenne. Akkor lenne tuti, mert akkor... Talán még nagyobb izét. Közelharci sebzésre raknánk bármit, akkor az nem izélne? Nem adná ehhez? Mert ez nagyon kevés kellene, és akkor csak két ütéssel szednék ki a követ. Ezért két ütéssel szednék ki, az lehet, hogy baráti lenne. Ja, hát ez lehet, hogy elkoppogatok egy darabig. Nem tudom, mennyi skillpontunk van, azt hiszem, hogy mindet elhasználta, nem a Keeper. Van egy skillpontunk. Nincs közelharci valami erős akármicsoda? Attribútor erőre rakok. Két ponttal nő csak. Nincs valami közelharci ütés. Skull Crusher. Ez nem az, nem? Az a baj, ez már maximum, meg ez is maximum, úgyhogy ez nem valami nagyon jó. Ez is maximum, ugye ez maximum, meg ez is maximum. Ez mit adna? Ezt nem tudom, hogyha lenne még egy skill pontom, akkor, ja nem, ez háromba tellik, hogy az erőt neveljem, háromba. Ja, meg mondta, hogy ilyen különböző szemüvegeket érdemes készítenem. Például van ilyen lootoló szemüveg, és akkor azt akkor használni, amikor végig lootolok például amit. Mert akkor jobb eséllyel kapok jobb lootokat. Úgyhogy azt is érdemes lenne kraftolgatni. De ezt nem tudom, hogy egyébként ezt végig merjem-e csapni. Lehet, hogy el kellene készítenem magát az alsó helyiséget, és gameplayen kívül ezt a folyosót meg végig csapni. Az is egy megoldás lenne, gyerekek. Hogy ezt a folyosót, ezt egyelőre hagyni, és végig csapni inkább majd azt. Hol vagyunk egyáltalán? Ugye látni azért a minimapon. Jó, hát már benn vagyunk maga az épület alatt. De azért ez nem rövid ez a táv. Lehet azt kellene csinálni, hogy egy darab sorba, középső sort végig csapni két-kettőbe, és akkor megcsinálni magát az épületet. Hát ez igazából nem lenne olyan veszélyesen sok munka. Úgyhogy akkor lehet, hogy az lesz. Végig csapunk megcsináljuk egész beig, ugye a hálózsákig. És majd akkor kiszélesítem, akkor nem kell vele foglalkoznunk. Megcsinálnám az alaksor épületesítményt, azt a garást.
Az tök jó, mert igazából ugye a padlózata az előzőnek, az lenne ennek a teteje. Szóval a kapásból így forralunk egy tetőt. És akkor meg kellene csinálni a lépcsőt. Hú, gyerekek, mennyi idő van? Nézzünk egy időt. 6 óra 55 PM van most. Úgyhogy ezt legkésőbb egy olyan 7 óra 55 PM-ig kellene szerintem csinálnom. Viszont ez elég gyorsan megy ám így. Megnézem, hogy középre sikerült ezt belevágnom. Aha, pont középre, ugye? Csak jó. Jó vagyunk, pont középre. És akkor el kell érni a hálózsákig, ennyi. És akkor ott utána meg kellene csinálnom a lépcsőt, és akkor ott már pozícionálnám a lépcsővel magát a helyiséget. És utána már csak annyit kell csinálnom, kiszélesítem, meg akkor felupgrade-elem, megcsinálom a falakat. És akkor olyan lesz tényleg, lesz egy ilyen alaksorom, ahol az alaksorban gyakorlatilag tárolom az autókat, esetleg olyan dolgokat, ami az autóhoz kapcsolódó dolgok. Meg ilyen, egy ilyen kis szerelő, egy műhely. Lesz egy műhely, és mivel a műhelyben ott lesz a generátor, ugye ennek van hangja, akkor ne ott ne fönn zörögjek, meg minden. Ez tök jó lesz. Szerintem ez tök jó, az egy tök szintes létesítmény már, mert ugye van egy... van egy központi terem, az fölött a pánikszoba, az alatt a garázs. Meg gyakorlatilag a... Hát, nyomjunk már egy izét, kávét. Kár, hogy izét, a kávé nem ad izét, diminst, ilyen. Tök kár, hogy nem ad ilyet. Örülök neki. Pont! Egy hatos izém lenne, hatos ilyen csákányom, akkor már két ütéssel ezt kiütne. Hát jó, ne paraszkodjuk, mert 30 ütéssel ütöttük ki még régen, ugye? Mielőtt föl lett volna ezt fílezve. Ne, meg tudom nézni, a hálózsák, amilyen messze van. Hát annyira nincs messze, gyerekek, már szerintem feléig beértük. Azért annyira nem hosszú ez a folyosó. Először nagyon hosszúnak tűnt, amikor legelőször ástuk ki. Ahogy itt is már látni is a hálózsákat. Jó a gyerekek. És akkor fel kell ásnom a hálózsáknál, addig, amíg meg nem... el nem érem a szintet. Ugye a födémet. Új, hát ez gyorsabb megy, nem, azt hittem, hogy sokkal lassabb megy. Á, gondoltam gameplaybe csinálom ezeket, hogy lássátok, hogy mi történik. Jaj, de megesztettél drón. Jaj, nem, beszaladtál. Tök jó lesz, nagyon tetszik. És akkor autóval bejárok, végigmegyek egy ilyen nyomólapon, akkor azzal fölkapcsolódik minden villany, és amúgy meg korom sötét lesz az épületbe, akkor fog elindulni minden, amikor hazaérek. Amikor kimegyek, akkor meg kikapcsol. Tök jó lesz. Egy kapcs csinálok, csak ezért. Hú, de jó, nagyon tetszik. Már előre látom, hogy nekem nagyon be fog jönni. Na, mindjárt odaérünk, ha. És akkor csinálunk egy megfelelő méretű garást. Betonból persze. Mindjárt ott vagyok. Hány széles ez? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. 5 széles az a dolog, tehát most egyet ások ki gyakorlatilag, meg kettő magasan, szóval hát ennél még sokkal tovább tart, még legalább 3-4-szer eddig tart kitopogatnom a többi részét is. De itt sokkal hatékonyabb is szerintem, hogy egyenes vonalba haladok. Nem kell nézegetnem, hova ütök, hanem itt gyakorlatilag nyomom a gombot, aztán folyamat tudok csákányolni. Az upgrade-elést is meg kellene csinálni majd, mert az meg nagyon sok XP. Hatos csákánynak örülnek képek. Ja, nekem jó, hogyha több XP, mert ugye a több XP akkor erősebb ellenfelek, ami nem feltétlenül jó, de azért én szeretném, hogy erős ellenfelek legyenek. Nő a game stage-em, meg ráadásul jobb a loot. A game stage ugye azzal fog össze, hogy jobb lesz a loot. Na, meg is jöttünk gyerekek, pont itt vagyunk. Úgyhogy akkor kicsit felásunk. El kellene érnünk ugye a födémet. Ó, meg is jöttünk. Na. Gyerekek, hát ez több, mint baráti. El kellene érni a födém szélét. Most a következő az lesz. Úgy. El is értük szerintem. Ugye? Elérhettük a födém szélét, tök jó. Akkor ide meg már jönni fog.
Aha. Egyébként dinamittal tudnék izajánni. Dinamittal tudnám nagyobbítani a teret, nem? Kezdődik, apa! Te most amúgy kell, tényleg, figyelj, időspórolnék meg, dinamitot ide beszórnám. Jó, akkor. Ilyen hosszú lesz autóval ugye a kivezetés. Na, igen, szerintem esik az esőben minden. Aha, esik az eső. Ja, dinamittal tudnék ide nagyon, de félek, hogy összeomlasztom az egész bázis. Azért a bázis sem alatt dinamitot robbantani, nem biztos, hogy az a legjobb ötlet. De mondjuk azt a egyet-egyet eldobhatnak, nem? Na, gyerekek, akkor meg kellene csinálni a lejáratot, a lépcsőt. Ahhoz meg itt kellene kialakítanom valami lejárat-szerű dolgot. Ami mindenképp minimum 2 darab szélesség lesz, és akkor ide lépcsőt kell lehoznom. Sőt, 3 szélesség lesz szerintem. Egyébként ezt miért nem vettem vissza? Miért vettem szét? Amíg itt agresszívoskodunk róla. Mindjárt ide. Hol van? Van egy csomó. Nem volt izé? Ja, de így van. Nem is egy csomó, de azért van. Úgy. Ahogy gyerekek, látod-e? Ahogy. És akkor itt le lehet menni. Haha, milyen jó lesz, nem? Frankó lesz. Itt mi? Hogy csináltam meg? Ja, ott rég a teteje. Jó van, gyerekek. Azt is kiveszem. Így. Nem tudom, hogy milyen szélességbe, hogy milyen mélységbe kellene végigmennem, úgyhogy belülre le kell ásnom eddig a lépcsőig. Hát bocs, itt még egy kicsit, akkor ezt kell itt alakítani. És akkor ott tudok levenni ugye a garázsba, itt tudok felmenni a... Jó. Itt tudok felmenni a pánik szobába. Innen el tudok menni arra. És kellene ajtót csinálni egyébként. Tök jó! Az egy ilyen központi lépcsőház lesz, meg ilyen elosztó. Még a bal oldalra valamit kellene kitalálnom, nem? Ja, akkor ez lesz a talajszintünk. Ez a talajszintünk, akkor azt ne felejtsük el. Ugye itt ez. És akkor ilyen a lépcsőnek ide kell lejutnia. Várjál, mit történik? Igen, akkor itt ezt végig kell ásnom. Meg kell tervezni precízen, gyerekek. Itt végigásom. És akkor eddig kell lejönni a lépcsőnek, és akkor itt kell ugye elfordulnia. Ja, meglátjuk. Hát ez mehet itt teljesen, kérem számít. Ugye itt már lépcsőházon, látjátok? Ugye? Na. Egy furcsa rástabb ki, vagy itt már csökken a szintje? Lehet, hogy az van, vagy nem tudom mi van itt. Belebanyolódtam. A stamina hiány, még jó, hogy van ilyen ő. Egy kicsit belebanyolódtam. Itt mi van itt? Egy kiszélesedik egy kicsit, valamit elcsesztem? Nem. Ugye meglátjuk. A lépcsőnek a... Lépcsőt kéne elérnem. Megjöttünk? Megjöttünk-e? Ó, itt van a lépcső. Oké. A gyerekek mit bányászok, én hallod? Tényleg ilyen... Mória bányáit megcsinálom, baza. Kövemhoz lesz gyerekek, bőven. Nem követő férje, hogy nincs. Ilyen. Jó, mérre le kell jönni a lépcsőnek, azt nézem. Azért fontos ez a lépcső dolog, hogy nem kell lépcsőfordulót beleraknom, vagy nem tudom, hogy van ez. Milyen szintkülönbségek, hogyan alakulnak. És itt is folyosónak kell lennie, úgy látom, valamilyen szinten. Viszont ide is lehetne zsilipajtokat rakni, hogyha nagyon bejönnek, akkor ne legyen gond. Ha eddig raktam lépcsőt eddig, jó. Oké, gyereke, frankó vagyunk. És már tudom, hogy mi a szintünk. Meddig kell lejönnünk. Azt sem tudom, hol ások már én vele. Gondolom ti se.
Nagyon vágál. Ó, oh, yeah, jó vagyunk. Frankó. Kell lépcsőfordulót raknunk, vagy nem kell, gyerekek? Az itt a kérdés. Nincs idő. Ide lehetne még egy lépcső. Ezt föl is kérem enne, azt megnézni, hogy mi van. Te tudok itt ugrani? Nagy lószat, mi? Dobjunk magunk alá. Nagyon szereti. Ugolj be oda, vagy valami. Ah, nem. Aj, de nem akarok itt még idejönni tökörészni, várjál. Építsünk innen, aztán akkor meggondoljuk. Mennyire jöjjön ez le? Ez lejön teljesen tökig. Affó. Lehet egyből fordító. És akkor nem kellene izolni. Nem kellene nekem. Lenne egy elfordul, lejönne a lépcső, elfordulna, aztán akkor itt már szinten menne végig, nem? Szerintem ez egy jó lenne. Mindjárt meglátjátok, mire gondolok. Mert lehet, hogy nem nagyon vágjátok, hogy mi a francról beszélek. Na, akkor itt még ki kell ásni egyet, hogy el tudjak fordulni. Itt ezt meg is csinálom, ezt a lépcső állat, ezt akkor jobban beleláttok. Hoppá, az ahhoz volt. Jaj, rámesett. More! De az a rámesett. Vigyázzi kell, hogy itt előz vannak kapcsolva a dolgok, basszus. Mert ez így, így nem áll meg. Jó. Viszont akkor várjál. Gondolkozzá a keeper. Itt kell visszavennünk, ugye? Itt kell visszavennünk. Van nálam elég fa? Mert így látom, ide kelleni fog. Jó, itt fogunk visszamenni. Itt lesz a folyosó. És ez a folyosó lehetne ilyen dupla széles, mert miért ne? Elférünk. Kell-e lépcsőforduló? Szükségeltetik-e? Azon gondolkodok, hogy innen meg legyen egy fölmenetel. Lehet, hogy az kellene, mert akkor úgy néznek jól, nem? Hogy innen fölmenne, és akkor lenne egy lépcsőforduló. Hú, gyerekek, itt aztán kell kapogatni. Na, mindjárt meg lesz. Mindjárt meg lesz, csak adjatok egy kis időt, várjatok. Videjünk, recepteljünk egy... Szerintem egy 300 frame kellene. Meg ez most jó is, hogy kocka. Ja, nem kockát csinál, várják. Külön kellene lenni ezt, akkor... Néhány darab kocka legyen. Mondjuk ez legyen a kocka. Sima cube. Hogy gondoljuk végig? Valami ezt tudjak visszanyugtani, vagy nem tudom, mert ami itt történik, gyerekek, az nem egyszerű. Ja, ahhoz, hogy lépcsőfordulót tudjak csinálni, kell, ennyire be kell fúrnom. Lehet, hogy itt megint le fognak potyogni ezek, de hát egyébként nem baj. Na ugye ezt ide már a lefele vezető lépcsőt kell csatlakoztatnom. Menj onnan drón, mert le fogsz esni bele. Le foglak verni innen. Lehet, hogy így elmagyarázva nem nagyon érthető, de majd meg fogjátok látni, mit magyarázva, hogy mit akarok. Igen, ez már fölösleges, mert itt már lépcsőforduló. Ide kell lennie egy ilyennek. Ide kell egy ilyen. És akkor innen jöhetne lefele már. Úgyhogy alulról egy kicsit nehéz megítélni a dolgokat. Ezt hogy fog elférni, vagy mi van? Úristen, bele vagyok keveredve, megmondom őszintén. Ott kell elfordulnia, ahhoz, hogy elforduljon. Ide már kell egy ilyet. Ide, meg ide, meg ide. És akkor föl tudok elvileg menni, hát ki kéne ásni ezt, aki kiderülne, hogy föl tudok-e venni.
Na ugye ilyen volt az előző, és akkor már valahogy úgy nézzem ki. Ahogy el előtt. Egyforma legyen a lépcsőház. Igen, így, így van. Mert ugye itt meg föl, és akkor itt meg le. Ide be tudok rakni egy kubot? Nem zavar? Nem, pont nem zavar. Ez tök jó. Jó, akkor ennek így kell lennie. Ide meg akkor már húzhatom a falat. Ugye? Várj, van ott izé, elfordító? Van egy plac, van egy plac. Akkor az egyen odébb kell a kubot. Ide. És ide. És akkor így kell levennünk. Viszont akkor... ki kell alakítanom neki egy ilyen falat itt. És akkor ugyanolyan lesz végig. Jó. Jól vagyunk, gyerekek. Bankó lesz. És itt folyamatosan cserélni kell a blokkokat, hogy nehogy belekeveredjük. Ja, itt ide jön egy... ezt nem tudom ide rakni, miért nem tudom. Ez fú, de idegesítő. Ah, be vagyok izé, feledkezve, bocs, hogy itt tettök a részek, de a képer itt most nagyon el van anyátlan, oda kellene rakni, na, végre. És akkor itt már jöhet a következő, az már maga a fala. Jó. Ezt ki kell ásnom, hogy be tudjam rakni a falat. A lépcsőház, megint ez a lépcsőház, mi a lépcsőház, nem kis pálya megcsinálni, de bocs érte, de muszáj. És akkor ugye, ide már jöhet egy fal. Ugye? Ez így volt följebb is, úgy. Aha. Tök jó. Itt is lépcső le. Másik oldalt. Ugye mind a két oldalt lesz lépcső természetesen. Igen, nem fogta semmi. Ugye először a fal... ja, először, hogy kellene a falat. Ahol a gyerekek mennyit kell ásni, azért a szab lépcsőházra egyébként többet ások, mint akármiért. Ez tényleg ez egy rémálom. Nem tudom miért csinálom ezt a perfect lépcsőházat, hogy ennyire nagyon profira akarom, de akkor már legyen meg, nem? Most egyszer megcsinálom azt, akkor tényleg ugye tök jól érzem magam benne. Úgy, ahogy eltervezem. Nem, meg megmaradt itt. Jó, csináljuk meg a lépcsőháznak a falát, mert akkor nem tudok mi az építeni addig. Nincs. Jó, ugye? Jó vagyunk? Igen, oda jön a fal, oda jön a lépcső, itt is kell majd fal. Mekkora a lépcsőház maga? A lépcsőház maga, az kimegy. Azért még néhány blokk nyit. Jaj. Nem filózok, hogy ez hogy van. Itt csak egy fal van? Hogy van? Ide így. Ezt nem várom most, ez hogy van. És hirtelen megint elvesztettem a fonalat, bazd a gyerekek. Hogy ez így hogy kell lennie. Ja nem. Ez valahogy, hogy kellett ennek lennie? Ide izé kell olyan sarokblokk, nem? Hogy van följebb? Ugyanígy középen megy le. Fal. És akkor ez csak ennyi? Így kell kirejöznie? De! Ez fogta bazza az egészet. Ez fogta. De várja, ide kellene inkább egy ramp. Mindjárt várja, még külön kell szednem, mert ide úgy látom, hogy kell másfajta blokk is. Kell ilyen rampa. Na, bocsért a gyerekek, de ezt össze kell hozni, bakker. Bakker! Ramp. Kell egy ilyen sima ramp. Ez. Oké. Okay. És akkor ezt kellene ide rakni, nagyon csúnya forgatásba. Így. És akkor ide kellene most a lépcsőt, ez mellé.
A pont fordítva adta a gyerek. Ezt vissza kell vennem, és megint leesik a lépcső. Igen, jó. Ezt a rampát ezt nem így kell rakni, hanem... Ott volt. Így, ugye? És akkor így kell a lépcsőt. De ez miért ilyen lépcső? Nem is ilyen lépcső? Az a baj, az ennek nem olyan lépcső, amilyet én szoktam használni. Hanem ilyen lépcsőt szoktam, nem? Ezt szoktam használni. Persze. Na, így most már barátibb. És akkor oda is kell egy ramp. Úgy. Na így, így most már jó, ugye? Így a frankó. Na, így jó. És akkor ez a lépcső, ezek... Várjál? Igen, ez a lépcső, ez szar. És ez a lépcső is szar. Már itt le van törve. Ez a lépcső is szar, ez a lépcső is szar. És akkor eljött. Várjál, ki kell találni. Ez nem volt jó, ez a lépcső. Ilyen lépcső kell. Nem, följebb. Ilyen lépcső kell. Ilyen lépcső kell. A robot, menj onnan! Fölveszem a mozogat. Nyugodjál meg. Te szórakoztattad az embert. És ilyen romp, és ilyen. Na, így már kinéz valahogy, érted? Mert akkor ez így jó. Viszont akkor ez a lépcső is szar. Ez a lépcső így jó. Na, feladja a leckét, és mindjárt le is fog, nem fog leesni. Így. Így. És akkor jöhet ide ez. Jöhet ide ez. Tökéletes. Na, így most már alakul. Csak az a lépcső, az mihez fog csatlakozni? Mert ez oké, hogy itt van. Hova az el van, csezve az egész. El van csezve az egész, ez nem jó, nem jön ki. Túl nagy lett ez az egész, hó belebarc. Mert itt elég lett volna, ugye ennyi. Így lemész. És így fordulsz el. Meg ez sok. Aha. Ja. Aha, de itt meg így meg nincs izé. Nem elég hosszú. Hát vagy a szarba van? Valamit elcsesztük, az előbb még jó volt valami, nem? És akkor mi van? Menjünk még lejjebb? Itt a lépcsővel? Valamit a fiú. Ezeket meg most felhetem szét. Jaj, bele vagyok keveredve, bocs gyerekek, biztos... Biztos hülye vagyok, vagy nem tudom, de valahogy nem akar ki... Nem akarja adni. Valahogy ez nem akarja lekevadni. Így, ugye? Figyelj, meg kell csinálni az... Így kell be... Ó, de! Hogy kell visszafele? Kontroll? Nem. Nem tudom, hogy mivel kellett volna visszafele. Na mindegy. Ó, várja, le kell, le lehet kopizni. Bocs. Copy rotation. Ja, mert oda meg van, nem úgy kell. Át kell forgatni mindenki. Na, így volt, jó? Így. És akkor... Jó. Eddig jó. Eddig jó vagyunk. És akkor innen meg lefele, ugye? Így most már jó. Most már szerintem jó. Így. Hmm.
Nem tudom, az előbb mit csesztem el, hogy mi volt rossz, vagy hogy volt rossz. Úgy elnéztem, de szerintem most így jó, ugye? Na, áskáljunk, ne dumáljunk bele, mert semmi nem lesz beőrünk, ez majd már jó. Így, így. Itt is kiásom. Ja, nem, belekeveredtem, bocsánat, 17 óra van. Jó, sok gyorsan megy az idő egyébként. Így, így. Így. Másik oldal, ja! Jó, most így már szerintem jó lesz. Milyen a mennyezetünk? Ja, itt is majd. Igen, ezt nem tudom, hogy ezt hogy csináljuk meg. Túlzzuk addig? Hogy lecsapjuk ilyen izőjére? Tudod, mire gondolok, hogy rakjak ilyeneket? Ide? Meg ide? Közepét így? Igazából így néz, így lépcsőházas, nem? Meg oda is, így? Így, így volt fönt is szerintem. Igen, itt is így van. Jó, jó, jó. Oké, okay, végre. Végre eljöttünk, jó! Bankok. Ide is berakjuk. Jó, rájöttünk. Halleluja. Oké. Okay. Ide is berakjuk. Így volt egyébként. Tök jó. A lépcsőházon. Franco. Franco, Franco, Franco. Oda be kell rakni kettő blokkot. Bezárásra. Ezt nekiállok fel upgrade-elni, szerintem azt fogom csinálni, hogy nekiállok, és ilyen epic sok időt fogok kapni belőle. XP-t. Ja, le kellene zárni teljesen azt a falat. Úgyhogy ki kellene ütni, és lerakjuk a lépcsőt, jó, akkor már haladásiba vagyunk. Bocs, hogy kicsit hogy tényleg annyira bele tudsz keveredni, amikor egy nagyon összetett struktúrákat csinálsz. Mert főleg úgy, hogy ugye nulla tervezés, hanem itt tényleg nyomod neki, mint az őrült. Aztán csinálod, csinálod. Meg ugye valamilyen szinten azért... Igen, ez pont így volt ott fönt is, tök jó. Jó, jó lett, jó lett! Jó, oké. Okay. Megcsináljuk a falát. Ezeket kiütjük. Lépcső le. Megcsináljuk a padlózatát, és ugye itt is úgy lesz, mint ott fönt, hogy gyakorlatilag egy ilyen terem, és utána jön egy ilyen kis folyosó ki. Bár ezt a sok ajtót nem tudom miért csináltam, de azt lehet, hogy ezt visszabontam. Itt a nem kell, hogy mi Voldor, mert úgy látom, hogy be se törnek a zombik eddig, úgyhogy nem nagyon kell a pánik. A pánik szobával egyébként azért nem foglalkozok annyira, mert úgy látom, hogy eléggé felesleges. Feleslegesnek tűnik egyelőre ez a dolog. Ne azt üst, öcsém, ne azt üst. Oké, spacok. Nagyon jó vagyok. Most már így alakul. És akkor itt hogy volt? Ezt így simán meg tudom csinálni így, ugye? Mehet itt ez ki. Oké. Gyerekek, ez nagyon epikus ilyen brutál struktúra, nem? Hallod, milyen lépcsőház? Te hallod? Nagyon durva. Tényleg most nem azért, hogy én csináltam meg, hogy hype-oljam magam, de ez, amit itt létrehoztunk, ilyen brutál lépcsőház feeling, ez egy őrület. Na jó, és akkor ekkora lesz a lépcsőház. Így van, ahogy. Ah! El is várod a képer, mennyi idő van? Ó, nem megy annyi. Én azt hittem gyorsabban megy ezzel az idő. Én egész máshogy élem meg szerintem. Mindig azt hiszem, hogy marha gyorsan megy, de aztán egész jó. Egész jó haladunk. Ez így, amikor bele vagyunk már erővel gondolataim, nem tudod milyen gyorsan halad, tényleg. De mennyi követ szedhetek, te Jézus Mária. XP-ből már nem annyira sok jön, mivel ugye magas szintűek vagyunk, de hát nem baj. Megcsináljuk a lépcsőt, és akkor utána indulhat a központi terem. És az jó, mert akkor már én úgy gondolom, hogy az elektromosságot elkezdem csinálni. Abba gondolkodik a keeper. Jó. Majd elmegyünk, kivágjuk az erdőket is valamikor, az erdőt. Nagy gyerekek, akkor szerintem ekkora jó is lenne teremnek. Itt meg kellene csinálni azt, hogy összeszűkül.
fölösleges ugye nagyobb lépcsőház. Innentől. Az jó. Hogy így. Egy. Meg kiütés. Kiütéssel nyert. Kettő darab és készíts a lépcsőház. Jaj, de jó végre. Bazzok, kezdtem bele zavarodni, de egész jó lett. Na nézzük. Ja, itt még kell kettő izé. Igen. Igen. Tök jó. És akkor a talajcsere kellene. Ezt menni fog betonra upgrade-eléssel minden. De először a főterem. Ja, megint el kell kezdeni majd betont csinálni. Hát ugye, az megint nem lesz egy nagyon bonyolult dolog. Főleg, hogy már csomó kemencém van. Úgy. Na gyerekek, nézzük, próbáljuk ki. Mondjuk, hogy ez van a kezünkben. Így bejövünk. Honnan fogok jönni? Itt ugye ilyen hosszú folyosó. Följövünk. Itt egyébként ezt a blokkot kicserélhettem volna még másra. De hát, megy a fene. Így följövünk. És akkor így a garázsból innen így jössz fel. Ez tök jó szerintem. Ezt javítsuk meg, mert már nem van amortizálódva, és akkor ugye még följebb tudsz menni. Majd a terembe. Ó, hát ez nagyon jó, ez szerintem olyan. Jó gyerekek, akkor viszont meg kellene csinálnom ezt a folyosót a garázsomba. És akkor tartani kellene ugyanannak a méretét, mint a felső terem, akkor a garázst kellene kialakítanom. Magasságunk ugye megvan. Érdekes, hogy itt nincs semmilyen érc. Örültem róla, hogyha valami vasba beleütközünk, vagy bármi ilyesmi. Na gyerekek, akkor az a szitu, hogy... Biztos ez ilyen alacsony legyen? Olyan klausztrofób, nem? De hát... Ez egy bunkerben vagyunk, nem lehet izé... Nem lehet nem klausztrofób. Oké, és akkor ekkora lesz. Meg kellene csinálnom padlóját. Nekem tetszik ez a frame-ből építkezés, tényleg majd a felupgrade-elésnél millió XP-t fogunk kapni. Úgyhogy... jó ez a frame dolog. Fámoz millió darab van, de lehet, hogy nem is az erdémet fogom kivágni, hanem el fogunk menni a robbantott földre, ugye kiégett fákat, akkor lesz egy csomó szerem, amiből rengeteg minden csoda dolgot tudok majd csinálni, például puskaport, mert az is kellene. Na gyerekek. Központi terem. Egyébként itt már be lehet jönni, tök jó. Ja, majd a zombik itt üzöllenek. Hát figyeljetek, mindenképp ugye nem is tudom, 42. napra arra meg kellene csinálni ezt a fullosra, hogy azért védve legyünk. Minden ellen is. Ó, tök jó. Na, tök jó. Ez tetszik. És innen indul majd a garázs. Hát ugye el kellene hajítanom egy gránátot. Nem nagy kárt okoznék túlságosan? És dinamitod? Van is nálam, eldobjak egy dinamitot. Nekek ilyen fönt, nehogy problémát okozzon, hogy fönt megsemmisüljenek dolgok, attól egy kicsit parázva. Egyébként nem olyan hosszú, nézd már meg. Mert ugye itt még a központi termet kialakítom, és nézd meg, ott simán kilátsz, ott nem tudom, ott fölött. Jó, mindjárt kaját kellene. Ó, tök jó. És innen indul a központi terem, a garázs maga. Jó. Tök jó. Tök tetszik. Nagyon jó. Ezt is fel kell upgrade-elnem, hogy valahogy kinézzen. Ja, hát most valahol itt vagyunk alatta. Hát figyelj, egy ilyen folyosót kell ásni. Zombi. Mi a franc? Sose találom el ezeket? Tényleg nem lehet ki kiásatni, vagy valami? Lenne egy csomó zombi, ezt itt ásnának, mi? Zombival kéne ásatni. Figyelj, eldobjak egy dinamit rudat? Meg már ilyen kockáztatni?
tényleg meg tudom helyen kockáztatni egyáltalán? Valami olyan helyen, ahol itt pont a állóság alatt, talán nem vágsz itt semmit itt föl. Na nézzük. Hol a hálózsák? Van. Nem jó, persze gyújtsd meg. Gyerekek. Ez lehet így, lehet bajaszkodni, tök jó. Oké? Okay. Hülye gyerek, bazzak. Nem rossz. Kellene csinálni rövidokat. Figyelj, gyorsabb haladok. Na, ez már döfi, bazzak. Csak az a baj, hogy nagyon, nagyon alacsony lesz a dolog. Ez a probléma, egy kicsit alacsony lett. Azt, allőr, mekkalukat csapattam ide. Jézus, oda kell feladomnom. Figyelj, dinamitot kéne csinálni. Kicsit gyorsabban haladnék a kopogatásra, nem? Na, figyeljetek, ne szórakozzatok. Azt hiszem, hogy van mindenem hozzá. Nem is tudom, mi kellett. Duct tape, vas talán? Na várj, nézzük meg. Figyelj, építkezők. Ja, ízé, papír kell hozzá, meg fiber. Jó, van itt minden a gyerekek. Ah, ja, fiber. Egyiptomból papír, puskapor. Puskapor. Jó, van gyerekek. Na. Nézzük a dinamitot. Mennyit tudunk csinálni? Sokat nem egyébként. Három. Három az összes. Jó, nem baj. Jó, nem lett semmi baj. Addig tudok szórakozni itt. Hát ja, itt ez kicsit nem örülök neki, hogy ilyen nagyot, nagyot kivágott. De egyébként, figyelj, hagyhatom ízni, teljesen lényegtelen, hogy most én hagyok alatt a blokkod, vagy nem. Miért elme lenne nekem kipucolgatnom? Ja. Hát ez olyan lényegesebben gyorsabban haladok a dinamitta. Ja, egy normál garázs méretet kikére alakítani. Ja, egyen lejjebb ásott, mint amennyire kellett volna. Hát figyelj, két oldalra kellene, oda kellett dobnom egyet, meg mondjuk itt ezzel megtart, arra. Akkor már így haladnék. Na, specifikusan kell kialakítani ki helyet, ahol beküldöm. LOL. Dinamit rúdakat kell dobálnom, hülye gyerek. Na. Hogy ez jó lett. Jó van, gyerekek. Ez még mélyebb lett? Nem lett mélyebb. Várjál. Ó, ugye. Befolytjuk a robbanást, gyerekek. Jó. Robbangat bazza az idő alatt. Hülye barom. Hülye állatja. Robbangat az izé. Jó! Robbantás! Nagyon jó! Bazzai, megoldódott a keleti kérdés, gyerekek. Mindjárt megvan a terem. A terem buráját? Na, tök jó volt. Mindjárt gyorsabbak vagyunk, nem? De jó. Tetszett. LOL. Hülye gyerek. Robbangat bazza. Na, ez hogy van? Ja, ezt követjük akkor, ezt a vonalat. Na jó, hát figyelj, nem, probléma, baj nem történt. Baj nem történt belőle, akkor mit aggódjunk, nem? Tökén ástom teljesen. Egy kicsit oda robbantottunk. Vajon milyen szituáció itt? Hát, oké. Nem jó. Ott kellene kiütni. Jó. Így. Ja, jó magasnak kéne lennem, hogy lennie ugye ennek a garagénnek. Nem én el. Egyébként azon gondolkodok, hogy itt is használhatnám ezt a taktikámat, hogy ilyen kis, most rég lenne a belső, az általában úgy tök tetszik nekem. Jó, olyan magas lesz természetesen, magasabb nem lehet, ilyen ott a földén.
Ezt alapozd meg, ekkora lesz. Tök jó, az egész. Épület együttes. Jó, egy kicsit meggyorsítottuk a munkánkat. Érdekes, a trombantás volt vele. De egyébként még lehetne. Csak az a baj, annyira nem irányított. Emiatt így összecsap mindent, azt nem a legjobb. Nem tudok örülni. Na, mennyire kell ez szélesre, vagy nem szélesre? Hogy van ez szituáció? Meg ugye abból nem kapok alapanyagot, hogyha robbantok. Nem mint hogyha ennyi kő a világon nekem szükségem lenne rá. Hát ennyi kő egyáltalán nem kell soha. Kökő? Nem kő. Mekkora varázs kellene? Azért kellene, mert ugye ide akarom a generátorokat, meg minden. Úgyhogy kellene még. Gyerekek, ennyit sárkányolni. Viszont az alap dolgokat, ezt tényleg jól sikerült kirobbantanom. Hát nem lesz ez kicsi ám. Mert ugye akkorát tervezem, mint maga ez a helyiség, ami fölöttünk van, az nem lesz kicsi. Mikor érek már szélére? Már kezdem bárni. Oda érhetnék. Ah, megvan. Jó van, megvan. Mindenképp az lesz az utolsó, hogy ott kezdünk el építkezni, így. Mert nem akarok már szélesebbet, meg mindenképp legyen fal fölött legyen. Meg ugye ott ládák lesznek benne a falban, nehogy valami baj legyen, bármi. Nem hiszem, hogy lenne, hogy lepotyognának, mert egymáshoz vannak kötve, de nehogy a ládáim nehogy elveszedek, mert akkor... Bazd, még jó, hogy nem a ládáim alatt robbantod. Hallod, a ládából az összes cucca, hogy elveszne. Az így gépből meg is vadulna, hallod? Na csávók! Megint kifogtátok ki például az építkezést? Panaszkodtatok néhány, hogy állandóan csak a rohanás van. Hát most már... Nincs okotok paraszra, elfogyott Bazel frame-be, ne szórakozzál. Csináljuk már frame-et, de most a másik fajtát kellene. Jézus Isten, hány kell akkor ide? Ide kell egy 500 Bazel. Igen, és ezt ketté választom. És akkor ezt. Ebből csináljunk. Normált. Jó. Okay. Oda meg gyűjtök. Copy. Forgatás. Így ne. Ugye? És akkor ugye az. Most beszéltük. Itt már ez lesz. Na, tök jó. Figyeled? És tök jó egyébként a robottársamnak hála. Talig kell ásnom. Másik irányba is még jó lett volna, de egyébként duct tape-et kéne csinálni, és akkor meg lenne az is oldva. Ó, és jó, mert pont... Mert sarkot azt elcsesztem, azt sarkot ki kell majd vennem természetesen. Ja. Tök jó, nem sokat kell ásnom. Na. Ezt a falat itt ki kell kapnom. Ja, hatos csákányom lenne, vagy augerem lenne, vagy valami, akkor nem lenne egy probléma, hogy ilyen pöszmelassan ások, de hát sajnos nuku. Nincsen a kipörnek, nincsen. Csóróság van. Csóróság van, gyerekek. Ja, megcsinálhatom az egész alját addig, ameddig tudom. Ezt majd folytatjuk, gyerekek. Figyelj, nem csoda, hogy fogy a blokkám. Most belegondolsz, hogy tiszter 10-es helyiséget le, csak az, hogy az alapját megcsinálod, a 100 blokk. És akkor még nem beszéltünk arról,
vagy a falak. Mondjuk 3x10, az már megint 30, abban van, legyen 4 darab fal, az megint 100, úgyhogy hamar elfogy. Ja. Wow! Na így most már alakul, tök jó. Imádok építkezni, és mindig rákattanok valamire, azt akkor csak inkább azok mennek, mi? A karács, és full elektromosság lesz, az egész egy darab fákja ne legyen bazérben, kecolgat. A keeper már ne szórakozzál, hogy ez egy fákjával akarsz világítani. És akkor itt, eddig kell, de várjál, itt akkor 5 széles fal lesz, ugye? 5, tehát akkor 1, 2, 3, 4, 5. Eddig kell megcsinálnom a bejáratot, mivel 5 széles maga az alagút majd, amit készített. Ugye? Az a robbantásos dolog, ez vicces volt. Na ugye 5 széles, akkor itt megint, és akkor itt is. Itt lesz. Oké. A magasságot, itt ezt úgy. Akkor kivesszük 5-öt, ez a középső, meg még 2, még 2. Jó, tök jó, nagyon élem, nagyon élem. Hát ezt a központi egységet simán megcsinálja a Keeper ma. De meg ugye már ide lesz. Igen, a sarkot ezt ki is kell verni. Nem is ilyen lesz. Itt viszont a bejárat nem is tudom milyen magas lesz. 3 magas lesz, ugye? Akkor azt is ki kéne számolni. 1, 2, 3. Tehát akkor egy blokknyi, az mehet oda föl végig ilyen. De várjál, nem jó, nem jó, valamit nem jól csináltam. De jól csináltam. Ide jöhetne. Egy ilyen. Elfér itt az autó? Elhár, bőven, nem? Generátor, autó, minden elfér. Szerintem. Oké, okay, és akkor ekkora gyillás lesz itt. A bejáratnál. Jó, ezt a falat meg kéne csinálnunk. Várjál, nem hiányzik innen valami? Bolta. Ja, mert ott volt a dinamite. Nyomjunk egy ilyet. Ez, aj, azt hittem az idő. Azt hittem fa, nem úgy nézett ki? Na még 500 blokk. Oké. Okay. Akkor, gyerekek, ezt a falat ki kéne pucolnom. Egy konkrétan az egészet. Hány magasan? 3 magasan? Figyelj! Egész jól haladunk. A dinamitnak köszönhetően tényleg nem nagyon merek itt robbogatni, főleg a létrák környéken, nehogy tényleg valami gond legyen, mert akkor biztos elmegy az eszem. Egyébként miért van ilyen rohadt sötét? Ja, éjszaka lesz lassan. Lehet, hogy jönnek itt a zombik, majd futnak be a lukon, mi? Ja, egy kicsit ugye, akár mit építesz, még több bejáratot egy épületre. Például ugye a... azt a kocsi bejárót. Sajnos könnyen előfordulhat, hogy ott egy gyenge pontja lesz a bázisodnak. Viszont kompromisszumokat kell kötni. Hát, hogyha nem akarod, hogy gyenge pontja legyen a bázisodnak egyáltalán, akkor bejáratot se csinálsz. De hát, ugye kell valahol járni, meg az autókkal is kell valahol járni. Nagyon unom azt, hogy zsebre rakom az autót, meg kihagyom, meg motorral próbálok bejönni, meg ugye az autóval nem is fogok tudni bejönni egyáltalán. Valamit hallottam. Te Sanyi is, te is hallottad? Ez nem tudom a játékból, de mondjuk ott kint valószínű a kertben nincs zombi, ugye? Mondjátok, hogy nincs. Ez milyen izé lenne, ilyen zombis játékkal játszol. De miért gondolkodok rajta, hogy a kertben van egy zombi? Ha, az is elég fura, nem? Ez az. Na, tök jó. Hát nem lesz olyan baromi nagy a garázs, most így belegondolva.
Mondjuk aztán az autó így lesz szépen félreáll, motor. Hát, nekem bőven elég ekkora vele a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy ez elég lesz. Most megint ugyanannyit kellene, ugye ott kellene ásnom, ahol látom, kettő blokknyi széleset kellene, ugyanúgy, mint ott. És onnan jön a fal. Szimmetriára de próbáljunk meghagyatkozni. Egyébként a generátort beépíthetem falba, vagy valami bármit ugye ki tudok találni. Jó. Oké. Tényleg jó volt robbantani. Ott meg oda véletlenül leraktam egy vasblokkot, emlékeztek? Lassan majd fogunk egy kis acél gyűjteni, vagy acélt önteni, vagy vasat gyűjteni. Ezt lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy végigmegyünk az összes blokkján ennek a rohadt bázisnak, és akkor full acél legyen. 21-42-ben nem sokára futnak a zombik. Egyébként lehet, hogy nyitva van, tárva nyitva van az egész bázis. Annyira nem tartok már a zombiktól, aztán talán ezért van az, hogy ilyen leszarom tabletta van. Bejönnek, bejönnek. Azért annyira nem lesz kicsit talán ez a garázs. Jó, itt végigásak, végigmegyünk. És van, kapásból azt fogjuk csinálni, ám, hogy egyből nyomjuk neki az elektromosságot. Mert arra gondol a Keeper, hogy én nem, nincs, egyáltalán nincsen kedvem nekem már fákjázgatni. Egy üres fákját se csinálok. Hanem tényleg elektromos dolgokat kellene készíteni. És tök brutál egyébként, hogy itt fölötte van a fő termem, nem? Mert tényleg ott van fölül, és most meg itt alatta építkezünk. Belakom a főterem alatti helyiséget. De jó, az imádom azt a jel. Figyeljetek, egy véletlen azt mondják nektek, hogy egy lakatlan szigetre el kell menni egy laptoppal, és mondjuk napelemről töltheted, vagy akármi, és egy játékot vihetsz, akkor vidd el ezt. Na, azért így tök elmér, szerintem. Végtelen ideig. Jó, hogy robbantottam. Menj, mit kell volna koppogatnom nekem? Ja, kajások vagyunk, majd mindjárt megyünk enni. Vacsorázni, mi gyerekek? Főterem készüljön el. Hány óra van? 7 óra 40. Komolyan mondom, mindig azt hiszem, hogy ez annyira sok időt elvesz. Azt annyira nem. Aztán annyira nem. Nem tudom, gondolom a csapóajtókat, vagy ezeket a garázsajtókat is tudom aktiváltatni trappal. És gondolom be lehet állítani, hogy lehet, hogy zombi ne tudja. És akkor a bejáratnál is tudok csinálni, hogy jövök autóval, aztán saját magam, hogyha rámegyek, akkor kinyílik az ajtó, és akkor bejövök. És akkor mit tudom, utána meg becsukom. De egyébként vannak ilyen relék, amivel tudod időzíteni is, hogy hány órakor kapcsoljon fel a lámpa, hány órakor le, ilyen mindenféle. Úgyhogy ilyen redstone-szerű, mondjuk egy, ja, nem egy redstone, Minecraft redstone-szerű bonyolultságú elektromos rendszer tudsz létrehozni, mert egyébként ilyen 8 bites számítógépeket láttam csinálni, nem tudom, valaki Minecraftozott, és igazából mindenki annyira lenéz. Egy időben elég sokat Minecraftoztam, elmondom nektek, de csak azért, mert szerettem ilyen különböző konstrukciókat megvalósítani. De gyakorlatilag basszus, a redstone-ozás az olyan, mint egy ilyen virtuális virtuális elektronikai kis, mit tudom, sandbox jellegű terepasztal, vagy minek mondjam. És redstone-ban az a Minecraft mindent megtudsz. Nézzétek meg, hogy komplet számítógépeket csinálnak az őrültek. Úgyhogy redstone-ból. És tényleg megcsinálják, és több működő, mit tudom, kijelzője van meg minden, és nem kamu, hanem tényleg az adatokat úgy dolgozza fel, hogy kell, mit tudom, megvan, hogy hány 1 kilobyte, vagy 1 byte-os, vagy hány mekkora memóriája van, és megvalósítják.
Igazából nem is tudom, ugye, hú, nagyon régen volt, de ugye a tranzisztorokat tudod helyettesíteni a Minecraftba talán. És igazából ugye számítógépek se, vagy egy processzor se áll másból, mint tranzisztorokból. Tudom én ilyen, csak ugye több millió tranzisztorból már, de régebben nem annyiból állt, és ilyen régebbi és kisebb teljesítményű számítógépet létre lehet hozni belül, a játék világán belül. Úgyhogy ez azért elég fut, meg elég ütős. Meg hát tényleg mindenféle, a pisztonokkal nagyon jó dolgokat lehet csinálni Minecraftba. Az nagyon jó, ez imádom. Ezt ki kell venni onnan, mert oda ugye majd ez ilyen sarok. Bele volt, lehet, hogy zombi. Lehet, hogy zombik jönnek. Sötét van, éjszaka van, ugye? Na, hogy állunk? Hát, na, azt pont nem kell kiütni. Itt ezt ki kell ütni, ezt a falat megint. És akkor gyakorlatilag kész is van a garázsom. Hát, ezerre majd upgrade-elünk. Gondolkodok rajta, hogy pár dinamiktan elősegítsem az alagút építésemet. Egyébként elmondom nektek. Nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni, vagy lesz-e. De gondolkodok rajta, nagyon. Azért nem kell kiütni annyi blokkot. Rengeteget ki kell állítani. Nagyon éhesek vagyunk. Fel kéne menni egyet enni. De mondjuk ezt már annyira befejezném. Ott mit csináltam? Két sor kiütöttem. Hát devia volt a kitör... Megint kezd fogyni a memóriából egyébként a játék, mert akkor csinálja ezt a... Nem jeleníti meg a blokkokat, meg nem jeleníti meg mit ütötték ki dolgot. Oké. Okay. Jó, hát ezt a falat már meg kell csinálnom, ilyen döglök akkor is. És a krumplit akkor el kell érni azt, hogy ugyanannyi krumpli legyen, meg ugyanannyi kukorica. És akkor onnantól felhasználom a maradékot. És talán akkor már végre elérek addig, hogy kajára nem lesz nagyon gondom. Na gyerekek, a bejárat kész a garázsnak, a terem kész. Rohadt sötét van, tudom egyébként. De itt most már mindenképp valami világítás technikát akarok csinálni. Ne az legyen bazza, hogy egész életemben itt fákjákkal szarakodok. Annyira nem parázok egyébként, ha ide betörnek a zombik, mert ugye most, hogyha falakat vagy bármit elkezdenek bontani, fölfele ugye nehez eljutnak. Jó van, nyugodj meg, nagyon éhesek vagyok, nagyon éhesek, tudom. De most már ezt végig kell csinálni a keepernek. Gyerekek, hány darab kövem lehet már hallgat? Ezt sem tudom képzelni. És még mindig itt. Ah. Mindjárt. Jaj, de jó. Garázs. Ezt jobban egyébként szerintem ki sem találtam volna, hogy ilyen mély garázsom lesz. Én nagyon bírom ezt a mély garázs stílust. Na, ezt a sort még ki kell ütnem, úgy látom. Mert akkor nem engedi ide rakni. Ugye? Nem gondolom. Ha, azt is kiütötte, aztán már... még úgy látta, hogy nincs ott, vagy ott van. Jó. Ez az egy sor, ilyen, és négy sorok is meg vagyunk. Megvan a főterem. Elég magas is egyébként. Fú, tök jó, tetszik. Simán elég ekkora méretű, én úgy gondolom. Ugye az autó az valószínűleg elég nagy helyet fogd a motor mellé, mit tudom én. Generátor, meg ide valahova, kettő generátor. Vagy pedig ugye a generátornál talán úgy van, hogy motorokat tudsz felrakni, vagy valami ilyesmi. Ramp corner kellene. Ez lesz az, ugye? Ez az. Már ott ki kell venni. Mi volt az, azért? Ja, jó. Ezt visszaforgassuk.
Erre most gyere rá, érted, hogy van. Nem jót? Nem, ez nem olyan corner baza. Ez az? Valahogy kevered a gyerekek. Ez lesz az, ugye? Nem mondod, hogy sehogy se. Hanem ilyennek kell, akkor ez nem corner, várj, akkor valami más. Jó, nagyon éhesek vagyok, de van, azt bírjad ki, bazza. Hol a szarba van az? Nem ez az? Nem inside corner, ugye? Ramp inside corner, ez lesz az bazza. A rat életben van. Bocsánat kérek, de belekeveredett a creeper. Ez az, bazza, ez az. De jó, pont arra forog. Arra forgott. Hát tűvarusz meg, hogy sem. Oké, okay, kész vagyunk, gyerekek. Nagyon szuper. És akkor, már még annyi, hogy ide ugye eljön. Ugye ilyen magas lesz, és elér lesz ugye dupla fölém gyakorlatilag a folyosónál. Tök jó, tökéletes szerintem. Gyerekek, na, garázs kész, belső része, figyelj, kimenjük erre, azt bemegyünk ott, megnézzük milyen hosszú, hát nem rövid. Ma nem olyan hosszú ám ez. Nem olyan hosszú ez, gyerekek. Fi, ott a sétálgat a csaj. Na, szétlőttem. Te! Ennek miatt a hülyek miatt szétlöttem a időmet. Bejáratom. Na mindegy. Jó, de milyen hangulatos. Hallod, ez ki lesz világítva ilyen full high-tech, tök jó lesz. Nem, itt izé nyitva van minden. Jó, hát ezt majd megjavítjuk. Ja, annyira nem hosszú, mert igazából eddig ugye ki van ásva, kb. Eddig. És... itt már... itt. Már kezdődik a izé. Eddig is ki van ásva. Ez a pár blokk. Jó. Tök frasz... majdnem azt mondtam tök faszra, pedig nem akartam. Na, tök frankó. Szerintem elbúcsúzok, gyerekek. Nem is lett olyan nagyon hosszú a rész. Gyerekek, szétvertek meg, mindent csináltak velem, oda nézzél. Vitamin kell, meg minden. Á, te fiú, hát azért. Jó, bezobálunk, és lehet, hogy akkor be fogjuk fejezni a következő részbe ezt a ásikálást, meg ezt a különböző gyógokat. Egyébként még jó lenne dinamitot sem, nincs idejem. Olyan lehetőségem dinamitra, várjál már, gyógyszer. Ilyet bekapunk, mert úgy látom levertek minket, megígyunk egy kis mélyet is. Na bazza, mi volt ez a nagy banda háború itt? Egyébként mennyi időm van? 5 gloom van, az a baj, és... hát kellene időt csinálnom. Mit nézel ki, pör? Mit kell nézel? Izei kellene... duct tape. Hát ott van lámpa, industrial lamp, tök jó, meg ilyen, fú, ilyen nagyon jó dolgok vannak. Ja, csinálunk glue-t, és akkor lehet, hogy duct tape-et, és lehet, hogy akkor még csinálunk dinamit ott. Akkor még néhányat, egy-egy robbantás azért nem ártanak. Nem tudok többet? Hány duct tape készül? Meg is készült? Nem sok volt mi. Ja, ragasztó kellene, várják, glue-t kellene csinálnom, csak nincs murky water-om szerintem. Az meg murky water kellene. 8 murky water. Várjál. Nézzük a izét. Glut kellene. Ja, csont meg murky water. Na, csontunk van. Oké, csináljuk meg akkor glut.
Miért nem tudja? Jó, már nincsen fa. Oké. Okay. Jó. Dinamit. Kettő darab. Ja, ide duct tape kell sajnos. És akkor ide tudok egyet-egyet robbantani. Mondjuk olyan helyen, hogy mit tudom én, így egymástól távolabb. Jó, gyerekek. Mit csináltam most? Mit csinálom a glút? 41 másodperc. Jó, a köveket rakjuk ki. Úristen, mennyi stone-om van, hallod? Brutál mennyiségű stone-om van. Ezeket neki kell állnom keményen égetni majd. Homok is van, meg viszont... Van clay-em is, és aznak örülök, mert ugye kell cobblestone. Neki is kellene állnom egyébként cobblestone-t készítenem. Lehet, hogy megcsinálunk egy 6000-et, meg 6000-et cobblestone-ból. Nem tudom megcsinálni, hogy akkor nekem máshol. De várjál, ezt arra időt, a dinamitot kellene. 9 másodperc. Csinálunk időt, duct tape-et, utána meg csinálunk időt, dinamitot, és utána csinálunk, kablöztöm, nekiállítjuk ezt a... Szerintem tudok itt a berakva. Na, izé kellene. Duc! Oké, okay, 8 másodperc. Meg csinálunk dinamitot. Oké, okay. Dinamit. 4 darab. Jó, abból azzal tudok így robbantani ilyen nagyobb részeket ki. Tök jó lesz. Úgy kellene, hogy rádobom. Hát nem, mert a fölöttem meg inkább jó robbantja, arról jó lesz az ott. Jó, 26 másodperc, utána meg akkor ezért gondoltam. Cobblestone rockot tudnék csinálni 6000 darab az. Small stone clay, szóval. Ilyen kell. Legyen. Legyen, mert a lépcsőház is. 6000 darab, 36 perc is jön a gyerekek, úgyhogy ejha. De jó, mert ide be tudod pakolni, és akkor nem fogy a te helyed. Na jó van, gyerekek, akkor az van. 36 percig, more? Az lesz, gyerekek, hogy akkor következő részben folytatás következik. Csináljuk tovább. Egyébként marha jó, és marha jó szerintem az is, ahogy maga sikerült ez a lépcsőház, ide lejönni, garázs, és akkor, ja, robbantással fogunk haladni. Van 5-6 darab, szépen beosztjuk. Na, köszönöm szépen figyelmet, jók legyetek, csácsomi csőtésztel!